Az átlaghőmérséklet csökkenésével egyre több a felső légúti megbetegedések száma, és a pontos tesztek hiányában nehéz eldönteni, hogy ezek hátterében a szezonális influenza, vagy épp a koronavírus valamely variánsa áll. Kis a házi orvos szerint egyelőre nem beszélhetünk járványról, de már megjelentek a rendelőkben a jellegzetes tüneteket produkáló paciensek. Ugye a tipikus tünetek általában hőemelkedés, láz, száraz, improduktív kögés, izomfájdalom, torokfájás, orfolyás, tehát ezek a közepesen erős, ilyen felső légúti megbetegedésre utaló tünetek de hogyha súlyosabb panaszok is vannak, úgy, mint nagyfokú levertség, fulladás, nehéz légzés, akkor mindenképpen azonnal érdemes orvoshoz fordulni. Egyebekben pedig nyilván ugye, tüneti gyógyszerekkel, immunerősítéssel azért otthon néhány nap alatt át lehet vészelni egy-egy ilyen megbetegedést. A házi orvos azt mondta, jelenleg még nem lehet következtetéseket levonni az idei oltási hajlandóságról, mivel még csak most érkeztek meg a vakcinák, de az elmúlt évek tapasztalata alapján főként az idősebb korosztály kérje a védőoltást azok számára nagyon fontos az oltás felvétele elsősorban, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, vagy ugye fokozott kockázati csoportba tartoznak, gondolok itt ugye az idősekre, a krónikus szívérrendszeri vagy légzőszermi betegségben szenvedők daganatos betegekre, tehát náluk mindenképpen, vagy nekik mindenképpen javasolt az influenza elleni védőoltásnak a felvétele. Kis Csaba úgy véli, idén is arra lehet számítani, hogy az influenza és a koronavírus mellett más egyéb vírusokkal is meg kell küzdenie immunrendszerünknek, ami mindig is így volt, kivéve a szociális távolságtartás időszakaiban, amikor kevesebb vírussal találkoztunk. A házi orvos szerint a koronavírus időszaka után nem csökkent az influenza elleni védőoltás iránti igény, igaz nem is nőtt. Ingyenes egyébként a védőoltás felnőtteknek, a különféle kockázati csoportba tartozóknak, egészségügyi dolgozóknak, illetve a gyerekek számára is lehet ingyenes oltást igényelni. Úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogy aki, aki szeretne, az jöjjön el a háziorvosi rendelőbe, és akkor biztos, hogy ilyen-olyan formában megkap, megkaphatja a megfelelő védőoltást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint október végéig befejeződtek az oltóanyagok kiszállításai, így az ország egész területén mintegy 949 ezer adag vakcina áll rendelkezésre a három évesnél idősebbek számára.